Szeretettel köszöntöm Önöket a Mindcenti Társaság, Kismaros Önkormányzata és a Lakiteleki Népfőiskola által közösen szervezett Mindcenti József szoboravató és szentelő ünnepségünkön. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Lezsák Sándort, az országgyűlés alelnökét, a Mindcenti Társaság ügyvezető elnökét. Neubauer Rudolfot, Kismaros polgármesterét, Faragó Laurát, Kossuth és Magyar Örökségdíjas énekművész népdalénekest, Szakolcai Lajos, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, irodalom és művészetkritikust, Fejérdi Áron plébános atyát, valamint a Mindcenti Társaság jelenlévő tagjait, Juhász Juditot, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivőjét, a Nemzeti Alapítvány elnökét, Dabóczi Kálmánt, a 72 tanítvány mozgalom elnökét, és köszöntöm Lantos Györgyit, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett szobrászművészt, a Mindcenti Szobor alkotóját, Néder Tercsi nénit külön is köszöntöm, és kedves minnyájukat. Ünnepségünk elején énekeljük el közösen a himnuszt. Kérem Neubauer Rudolf polgármester urat, hogy köszöntse jelenlét. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt elnök úr, kedves művésznő, főtisztelendő Áron atya. Nagy öröm nekem ez a mai nap, mert van mögötte szűken számolva 5 év munka, amikor elnök úr először Kismaroson járt, és annál a háznál egy emléktáblát helyezhettünk el, ahol már korábban is egy picike tábla őrizte Mindcenti József kismarosi emlékét, és egyébként van ebben a mai napban még vagy 76 év munka, az emlékezés munkája, Mindcenti József bíboros hercegprímás életének emlékezete. A gonoszok így beszélnek az igaz emberről. Lássuk hát, igazak-e a szavai. Gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy próbára tegyük türelmét. Ez volt a mai olvasmány a bölcsességek könyvéből. Mennyire Mindcenti Józsefről szólnak ezek a szavak. És a Szent Leckében, Szent Jakab levelében is mit olvasunk? Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Mindcenti József hercegprímás többször került börtönbe, több rendszer gyűlölt és üldözött ellensége volt,
és közben egy másodperce sem változott meg a szívében, lelkében élő ember, az Isten szolgája és az emberek szeretete. És a mai napig vannak történészi viták, hogy az ő alakja valójában hol van a magyar történelemben. Számomra van két manko, amiben kapaszkodni tudok. Az egyik az a ház Kismaroson, ahol a hercegprímás 1948. szeptember 23-án egy nap híján, pontosan évfordulón, elköltötte azt az ünnepi ebédet, ami ahhoz kötődött, hogy településünkre jött bérmálni. Ez a bérmálási körútja volt talán az utolsó, mielőtt börtönbe vetették. Az utolsó szabad napjai, órái egyikét itt töltötte Kismaroson. A család megfogadta, ha egyszer újra szabad lesz Magyarország, akkor ezt egy emléktáblával megörökíti. Erre várni kellett több mint 40 évet, és ezt a táblát tudtuk megújítani elnök úrral. Pontosan 5 évvel ezelőtt, napra pontosan 5 évvel ezelőtt. Akkor kaptuk elnök úrtól és a Mindszenti Alapítványtól azt a felajánlást, hogy Kismarosra érkezhet Lantos Györgyi szobrászművész Mindszenti szobra, melynek avatóján ma itt vagyunk. És Mindszenti József emléke azóta itt él velünk. Egy nem hiteles emberre egy olyan csodálatos közösség, mint Kismaros, nem emlékezne ilyen hosszan. És van még egy kapaszkodóm, Major Sándor atyától, aki annak idején elmesélte, hogy hogyan tudott ő személyesen találkozni ismét Bíboros úrral, akkor már a Pázmáneumban kimenekítve Magyarországról és a nagykövetségi rab évekből. Sándor atya, aki Kismaroson 40 évig volt papunk és lelkivezetőnk, kispapként Mindszenti Józsefhez tartozott Esztergomban. És amikor évtizedekkel később mindenféle cselekkel és praktikákkal be tudott szökni a Pázmáneumban Mindszenti József rezidenciájára, akkor a bíboros megismerte őt. Sándor atya számára Mindszenti József hiteles ember volt, és számomra is az. Nagyon örülök, hogy Kismaroson szobra van. Jó lesz mindig ránéznem, és erőt merítenem belőle. Köszönöm mindenkinek, aki ebben segített bennünket. Köszönöm Laurának és Lajosnak, akik művész és tudós házaspárként Kismarost választották otthonuknak, és ezzel hozták Lezsák Sándor elnök úr barátságát is közénk. Köszönöm Mányi István Ibüldíjas építésznek, aki a szoborállításban az építészi munkákat vezette, ahogy Laura említetted, a kivitelezője volt a folyamatoknak. Köszönöm Fejérdi Tamásnak, Gazzola díjas műemlékvédelmi építésznek, nagyon-nagyon híres nemzetközi szakemberünknek, aki családilag Áron atyához is kötődik, hogy segítette a szobor méltó elhelyezését. Köszönöm Áron atyának és a kismarosi közösségnek, egyházközösségnek, hogy helye lehet a szobornak a templomkertben. Köszönöm Pistinek és Valikának, hogy itt a munkálatokat tűrték és segítették, és köszönöm mindenkinek, nagyon sok név van még, és senki ne bántódjék meg, ha most nem sorolom véletlen föl, de hálám mindannyiuké. Szeressük Mindszenti József szobrát. Isten áldja Mindszenti emlékét, és Isten áldja Kismarost. Köszönjük szépen polgármester úr szavait. Mindszenti József bíboros urunk rendíthetetlen hite, szilárd jelleme, példaadó és tanúságtevő élete, üzenet a mai ember számára is.
ennek az üzenetnek állít most méltó emléket ez a Mindszenty szobor, amely a Lakiteleki Népfőiskola és a Mindszenty Társaság ajándéka, és ennek felállítása nagyon sokak munkája, ahogy polgármester úr is említette. Köszönjük szépen, hogy itt ezt a szobrot felállíthattuk. Laurának, Lajosnak, Mányi Istvánnak, Áron atyának, polgármester úrnak, és mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, hogy ez itt ilyen méltó helyet kapott, és hogy immár ezáltal örök hírvívője lehet Mindszenty bíboros atyánk szellemi örökségének. A szobrot Lantos Györgyi készítette, és most felkérem Lezsák Sándort, az országgyűlés alelnökét, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnökét, Neubauer Rudolf, Kismaros polgármesterét, Faragó Laurát, Kossuth és Magyar Örökség díjas énekművész, népdalénekest, valamint Szakolcai Lajos, Széchenyi díjas irodalomtörténészt, irodalom és művészetkritikust, hogy együtt közösen leplezzék rá Mindszenty József bíboros atyánk bronzmászobrát. Boldog az a település, és boldog az a nemzet, akinek ilyen papjai lehetnek, mint Mindszenty József bíboros volt, és akinek ilyen papjai vannak, mint Áron atya. Nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos szentmisét, nagyon sokat adott a prédikáció, és gyönyörű volt a szentmise. Köszönjük az ajándékot, amit mi hazavihetünk ezáltal, és most őt kérem meg, hogy áldja és szentelje meg Mindszenty bíboros úrunk szobrát. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te helyesnek tartod, hogy szentjeid képmását szobrok vagy festmények alakjában elkészítsük. Így valahányszor testi szemünkkel képmásukra tekintünk, cselekedeteikről elmélkedve szent életük példájának követésére buzduljunk. Kérünk, áld meg ezt a szobrot, melyet Isten szolgája, Mindszenty József bíboros hercegprímás tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy aki ezelőtt a szobor előtt, Mindszenty József, Isten szolgája Mindszenty Józsefet könyörögve kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön és örök dicsőséget a mennyben. Krisztus, ami Urunk által. Szentmisét követően mindenki kapott egy kis Mindszenty képet. A kedvenc Mindszenty fotón van rajta, a mosolygós Mindszenty, de a hátoldalán találnak egy imát. Ez a boldoggá és szenté avatásért lévő ima, ezt kérem, hogy most együtt közösen imádkozzuk el. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején, mint halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére, add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Most pedig felkérem Lezsák Sándor elnök urat, hogy hossza meg velünk gondolatait. Tisztelt egybegyűltek, még bennem visszhangzik Isten szent hajlékából a templomi ének és Áron atya tanítása. És közben azon tűnődtem, hogy ez a közel
200 esztendős templom, hány fohászt küldött az ég felé, katasztrófák idején is. Mert Kismarost pusztította a tűzvész, és fenyegette a dunai árvíz, hogy fenyegette most is. Katasztrófák idején, mondom, de nem csak természeti katasztrófáról beszélek, hanem politikai, történelmi katasztrófákról is. Ezt is megszenvedte történelmi hazánk és Kismaroson élők az elmúlt évszáz, elmúlt közel 300 esztendőben. Kényszermunkatábor, háborúk borzalmai, levert forradalom, megtorlás, történelmi katasztrófák, politikai katasztrófák, azok ellenében olyan erőforrásunk van, a Jóisten, amelyik a legnehezebb pillanatokban is a reményt erősítette bennünk. Természeti katasztrófák ellen nem lehet aláírás gyűjteni, nem lehet tiltakozó nagy gyűléseket, ott össze kell fogni. És aki ezt nem teszi, az önmagát bélyegzi meg a közösség előtt. Rendkívüli erőfeszítés most az árvízvédelem, és itt Kismaroson is még hetekig, itt lesz a nyoma, hónapokig érezni ennek a hatását. És nyilván megvan kormányzat felelőssége és lehetősége, hogyha újból ránk tör a dunai árvíz, akkor minél kevesebb károkozás legyen, de akkor is kell az összefogás. Igen, Mindszenty szellemében és gondolataival élünk akkor, amikor a legnehezebb időben 1948. szeptember 23-án egy csütörtöki napon látogatott el Mindszenty bíboros Kismarosra, és ahogy nézegettem az elmúlt éjszaka a korabeli újságokat, Népszavát, a Szabad Népet, és egyáltalán a korabeli híreket, hát mindenütt megtalálható Mindszenty neve, gyalázták, készítette a média, az akkori média gyilkos gépezete a pert, a Mindszenty pert. Akkor, amikor itt járt éppen egy Mindszenty gyalázó, írás jelent meg, amelyiknek a lényege az volt, hogy a németországi katolikus főpapok levélben fordultak Mindszentyhez, és megköszönték, hogy kiállt a kisebbségek mellett, de a rákosi kommunista sajtó és az a média központ ezt úgy írta meg, hogy Mindszenty bíboros dicsőítik a németek, mert a gyilkos volksbundista ellen, illetve mellett kiállt, és
olyan mondatok jöttek a sajtóban emiatt, ami később aztán a perben is elhangzottak. Fantasztikus dramaturgok ültek ott a kommunista központokban, ahogyan kidolgozták a pert, és ahogy előkészítették. Igen, akkor ebben a helyzetben a kismarosiak fogadták, birmálkoztak a fiatalok, idősebbek, és az emléke megmaradt mindazok ellenében, ami aztán történt, hiszen 3 hónap múlva lefogták a bíborost, és megalázó körülmények között vallatták, tudatmódosító szerekkel próbálták tönkretenni idegrendszerét, testét, és azért nem akasztották föl, mert nem akartak mártírt. Vigyáztak erre. Börtön, életfogytiglan, és ezt követően 1956 forradalma szabadította ki a börtönből, és máig emlékezetesen számomra a hosszabb ideje fiatalok talán megőrizték velem együtt azt az október 30-i rádióbeszédét, amikor rádöbbentem, 6 éves voltam, hogy édesanyja nem csak akkor sír, amikor fájdalma van, vagy sírat valaki, hanem örömkönnyek voltak. A fekete rádió mellett, hogy hallgatta Mindszenty bíboros szavait a rádióból. És ezt követően külföldi számüzetés, és 1991 áprilisában elmondom, talán ritkán van alkalmam, hogy beszéljek erről, megkeresett Nagy Alajos, az Európai Szabadságharcos Szövetség elnöke, előtte másfél-két évtizede nagyon erős kapcsolatom alakult ki a tilalom és a tűrés, meg a tűrés és a tűrés határán nyugati emigrációval, és Nagy Alajos azzal keresett meg, hogy nem engedjük, mondta, a Mindszenty Alapítvány nem engedi Mária Celből hazahozni Mindszenty koporsóját, mert még nem hullott le a moszkvai ötágú csillag Magyarországról, és az ő végrendelete így beszélt erről, hogy csak akkor térjen Esztergomba. És oda láncolták magukat Mária Celben, koporsó rácsos kapujához, ajtajához, és akkor azzal a feltétellel engedik el, hogyha én vállalom, én leszek az első a határon, aki köszönti bíboros urunkat. Meg kell, hogy mondjam, megütött a kérés. Ritkán teszem, de gondolkodási időt kértem, mert éreztem, hogy emögött ott van az egyházon belüli konfliktus, és elmentem Kalocsára, Dankó érsekhez, hogy tanácsot kérjek tőle. Dankó érsek, hát fiam, nem tudom, mit mondjak, és akkor leült egy mély fotelbe, belesüppett, behunyta a szemét, én ott álltam, egy idő után leültem, és vártam, hogy mit fog mondani. Attól tartottam, hogy elszúnyókált, elég hosszú idő eltelt, amikor kinyitotta a szemét, és azt mondta az érsekatya, fiam, neked én ebben tanácsot nem adhatok, de szép beszédet fogsz mondani. Ezzel kitért a válasz alól,
és így, hát nyilván Paskai bíboros nem ült ennek, de az ottani rend szerint a határállomáson május 3-án Egyesalmi határa átkelő helyen a koporsója előtt a következőket mondtam el. Ide illik most ez a ma is érvényes szöveg Mindszenty szobrolapató ünnepségére. Mária és Szent István országa felett lehullott a moszkvai hitetlenség csillaga. Ím eljöve a mi országunk, köszöntünk Mindszenty bíboros hercegprímásunk. Körülötted az élők vigyázó arca, előtted Pannónia Magyarország májusi virágban, esőben, reményben. Újra emelkedő nemzetként állunk előtted, bíborosunk. Idegeinkben, mozdulatainkban, szüleink, mérhetetlen szenvedése, háborúk, hadifogoly, táborok pokla, megszállás, megtorlás, a békebeli erőszak helyi és országos rettenete. Körülöttünk a testben és lélekben, erkölcsben, hídben és jólétben megtöretett magyarság. A hipnotizáló rendszerből megszabadult milliók, megsebzett családok, gyermekek. De bennünk és velünk erősödik itt, a koporsód mellett százezrek példázata, akik soha nem adták föl a forradalmas, szabadságharcos reményt, akikből növekedett a belső ellenállás, akiknek bíborosunk, te adtál iszonyú tűrést, szent indulatot, fegyelmező erőt. Köszöntünk téged, bíborosunk. Koporsód mellett a világban szétszoratott magyar emigráció áldozatos küzdelme, helytállása, anyanyelvünket oltalmazó, ereje, templomot építő, közösséget szervező munkássága, magyar házai, iskolái, újságjai. E határon is csempésztek tilalmas híreket, gondolatokat, bizakodást. Bíborosunk voltál, és vagy lelki fejedelmünk, köszönjük néked. Koporsód előtt íme a meggyötört arcunk. Országot építő erővel, viaskodó lelkiismerettel, az elszakított magyarok iránt érzett és képviselt felelősséggel, gyógyító sebekkel és csillapítható fájdalmakkal. Cselekvésre sürgető időben, nagy várakozásban, nekifeszülésben, az aknaszedő nyugalmával állunk előtted, bíborosunk, gyarlóságainkkal és gyönyörű képességeinkkel együtt. Égessen, világítson, melegítsen a szent tűz, őrzők legyünk valamennyien. E fákjával térj meg nyugvó helyedre, koporsó. Te pedig, magyar föld, hitben, reményben, szeretetben gyarapodó Magyarország, kérlek, fogadd be szent életű mártír bíborosod testét, szellemét. Te pedig, Kismaros, hitben, reményben, szeretetben gyarapodó település, kérlek, fogadd be szent életű mártír bíborosod szobrát. Köszönöm a figyelmet. Most a koszorúk elhelyezése következik. Megkérem elnök urat, mint a Mindszenty Társaság elnökét, hogy helyezze el a koszorút. És akkor mondjuk el azt az imát, amit szétosztottunk.
könyörögjünk. Akadályozd meg, Urunk, hazánkban, a Te édesanyád országában az istentelen, elkölcstelen, gonosz és nemzetellenes törekvéseket. Vértanú, hercegprímású, Vincenti József és a többi magyar szent közbenjárása által. Amen. És a Mincenti Társaság nevébe kérem Juhász Juditot és Dabóczi Kálmánt, hogy helyezzék el a társaság koszorúját. Most Faragó Laura Kossuth és Magyar Örökségdíjas énekművész, népdalénekes és tanítványainak az ünnepi műsora következik. Hallgassanak meg a kismarosi lányok előtt egy éneket, Nagy Gáspár versére és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus a Magyar Zsoltár dallamára. Ezután a kismarosi lányok énekelnek egy dalcsokrot, három dalt, egy Szent István himnuszt, egy magyar népdalt és egy középkori Mária éneket. Nagy Gáspár verse így hangzik. Hálaadó ének, mint Szent József, hercegprímás bíborosért. Vas vármegyében, hegyhátnak szülötte, mint szent porából vétetett a mennybe. Édesanyjának neve Borbála, égi szentatyánkhoz szájon érte hála. Golgota orma, szenvedés győzelme, Krisztusnak sorsát sorsával hirdette, s nem törhették meg gonosz diktatúrák, mellette mindig pártfogón az Úr állt. Vádolók vádja néked dicsőséged, mint Szent József, űzött magyar néped, kéri az Úr Jézust és a boldogasszonyt, szent életedért, bő hitet fakasszon. Vasvár megyében hegyhátnak szülötte, mint szent porából vétetett a mennybe, édesanyjának neve Borbála, égi szent atyánkhoz szájon érte hála. Golgota orma, szenvedés győzelme, Krisztusnak sorsát sorsával hirdette, s nem törhették meg gonosz diktatúrák, mellette mindig pártfogón az Úr állt. Vádolók vádja néked dicsőséged, mint Szent József űzött magyar néped, kéri az Úr Jézust és boldog asszonyt, szent életedért bűhített fakasszon. Kérjük az Úr Jézust és boldog asszonyt, szent életedért bűhített fakasszon. S kérjük az Úr Jézust és a boldog asszonyt, szent életedért bő hitet fakasszon. Magyar hazánk, te jó anya, fiad dicsér ma öt dalult, zengjen a himnusz dallama, hozzá ki mindig párt fogod. Zengjen a himnusz dallama, hozzá ki mindig.
keresztséget elnyeri. S ó, magyar nemzet a pogány, a keresztséget elnyeri. Imádás légyen tisztelet, néked hármas egy Istenünk, segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kért nekünk. Ő segíts elérnünk mennyeket, mit szent királyunk kért nekünk. Amen. Én elmenek babám valamerre, Magyarország kellős közepibe, ott leszállok tulipán képibe. Édesimnek háza elejében, út leszállom tulipán képibe. Édesimnek háza elejében, vizet iszom, mikor kedvem tartja, azt is csak úgy, ha galambom adja, azt is csak úgy, ha szájából adja. Mint kis galamb a párját itatja, azt is csak úgy, ha szájából adja. Mint kis galamb a párját itatja. Mária, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, hogy Jézushoz mehessünk. Alleluja! Hogy Jézushoz mehessünk, véle örvendezzünk, hálát adunk Istenünk, hogy mi véled mehetünk. Alleluja! Hogy mi véled lehetünk, dicsőséged lehetünk, arra kérünk Istenünk, mindörökké légy velünk. Alleluja! Arra kérünk Istenünk, mindörökké légy velünk. Alleluja! Alleluja! Köszönjük szépen! Útravalóul egy gondolatot engedjenek még meg Mindszenti atyánktól. A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól. Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapban rejtette el. Nekünk kell nekilátnunk, hogy azt előhozzuk. A megmaradt kevésből újra kell építeni a hazát. Eddig az idézet. És áldott szép vasárnapot, és kinek-kinek már a saját helyén jó nemzetépítő munkát kívánok mindannyiunknak. Isten áldja önöket, és ahogy ma tanultuk, ne felejtsenek el kérdezni tőle, ha kell. Ünnepségünk végén pedig közösen énekeljük el a szózatot. Hazádnak rendület,